Trencsán Erika, ahogy mondtam, az egyik legprofibb hitelszakértő a Money.hu-tól érkezett hozzánk, kezét csokolom, és ha már így mutattam be, akkor nem fog engem cserben hagyni. Született egy ítélet, kulcsfontosságú ítélet még hozzá, jogerősen érvénytelen egy devizahitelszerződés, és nyilvánvalóan ez egy egyszeri ítélet. De mindenki tudja, hogy itt nem egyszeri ítéletről van szó, hanem itt most ezt nagyon-nagyon sokan nézték. Milyen szempontokból, milyen szemszögből, mi következik ebből? Igen, ugye ez nagyon fontos, hogy egyébként egy darab ügyletnek a jogerős ítélete született meg, tehát azért általános következtetést nehéz levonni, és hát nem ismert a teljes peranyag, de itt a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása lehetett az egyik oka annak, hogy itt most ez az ítélet megszületett. Itt konkrétan arra lehet gondolni, hogy nem született meg, vagy nem történt meg az adósnak a tájékoztatása arról, hogy a deviza árfolyamok változásával a törlesztő részlete az változhat a futamidő alatt. Tehát ez volt a fő oka. Ugyanakkor, hogyha azt vesszük figyelemben, hogy ugye a kúria deviza hiteles pereket vizsgáló úgynevezett konzultációs testületének az ajánlásai alapján született meg az ítélet, és hogyha azt vélelmezzük, hogy nem az történt, hogy volt rengeteg deviza hitel, és egyet közülük kiválasztva rosszul tájékoztatták az ügyfelet, akkor ez azt jelenti, hogy most nagyon sokan fellapozhatják a szerződéseiket, és megnézhetik, hogy őket megfelelően tájékoztatták-e, vagy pedig valamiféle elévülés már van ebben az ügyben? Nem, mindenképpen ők ezt megnézhetik, és egyéni pereket kell ebben az esetben indítani, hogyha szeretnék egyéb adósok is ennek a lehetőségével élni. Azonban az is fontos, hogy ez nem kötelező érvényű a bíróságokra ez a döntés, tehát igazából itt minden egyes peranyagot, illetve anyagot megvizsgálnak, aki pert kezdeményez, és az alapján történik majd a döntés, tehát simán lehet az, hogy az egyik bíró ugyanabban a banknak, ugyanannak a szerződésében más típusú döntést fog hozni. Ez egy javaslat. Ilyenkor egyébként részéről. Mindig a hitelfelvevőnek kell lépnie? Vagy van valamiféle automatizmus ilyenkor? Ebben nincsen automatizmus, tehát itt perelni kell akkor az adósnak, és őnek kell kezdeményezni, itt nem fog központi perindulni ez. Záró kérdésem, ez egy nagyon-nagyon jelentős ítélet? Tehát ez most felforgathatja az egész, mondjuk úgy, hogy eddigi struktúrát? Abból a szempontból jelentős, hogy a két javaslatot állapított meg a kúria, hogy hogyan kell elszámolni az ügyfelekkel. Ez egyébként egy nagyon konkrét javaslat, és ez egy kiinduló alap lehet a további perek tekintetében. Na, ezt majd megvárjuk, mert azért ez is már nagyon-nagyon régóta zajlott. Mit tippel, lesz olyan pillanat, amikor egyszer úgy ül itt velem szemben a stúdióban, és még egyikünk sem nyugdíjas, hogy a deviza hitelek akkori felvételének a kifutása után a devizahitel probléma megoldódott Magyarországon? Ezt nagyon nehéz lenne megjósolnom, hiszen azért nagyon sok idő is eltelt, meg hát nagyon sok ügy lehet folyamatban a jövőben. Köszönöm is. Szépen, menjünk egy pillantra rá a falusi csokra. Mennyire alakított át a falusi csok a piacot? Nagyon átalakította, egyértelműen látszik már a hirdetésekből is, illetve az eladói szándékból is, hogy itt az elmúlt hónapokban, ugye márciusban került ki hirdetésre az összes támogatási változás, ami most július 1-től hatályba és életbe is lépnek. Gyakorlatilag a falusi csokon érintő 2500 településen az ingatlan árakra is hatással volt, az látszik, hogy az átlagos árak is emelkedésnek indultak, és mind a vevők, mind az eladók az elmúlt időszakban kivárták és várták azt, hogy megjelenjen a támogatás. Na most annyit talán a kedves nézők megengednek nekem, hogy elmondjam, 3 gyermekes családapaként, amikor meghirdették a csokkot, akkor pontosan a kinézett ingatlan, hopp, 10 millió forinttal több lett. Ez nagyjából pontosan most is így van? Ez gyakorlatilag mindig hatással van, egy ilyen nagy erejű támogatás, megjelenés, megváltozás az ingatlan árakra azért lehetett tapasztalni az elmúlt időszakban is, hogy az emelkedést eredményezett a piacon, igen. Na most egészen pontosan mekkora emelkedést eredményezett, mert azért sokan mondják azt, hogy majd akkor az építető átvállalja, vagy benyeli, vagy nem hárítja át az egészet. Mégis azt láttuk mi például, hogy jelentősen emelkedett. Igen, itt a falusi csok esetében azért az fontos, hogy itt az elmaradottabb települések az érintettek, tehát ahol átlagban azért a átlag alatti a négyzetméter ár is. Ugye ráadásul a 2500 település között van szórás elég rendesen, tehát vannak 8-9 ezer forintos négyzetméter áru ingatlanok ezek között a települések között, illetve vannak balatoni települések is, ahol meg 800 ezer, 1 millió forint körül vannak a négyzetméter árak. Átlagosan azt lehet mondani, hogy a
8 millió forintos átlagos falusi csokos ingatlan árak olyan 9 millió forintra emelkedtek meg ebben az időszakban. Egyébként ez jelenti azt is, hogy territoriálisan, tehát területileg is kitolódott, például, hogyha van egy olyan érintett település, amely egy nagyváros közelében van, akkor mondjuk a család szívesen kiköltözik mondjuk egy megyei jogú nagyvárosból a közeli kis településre? Igen, ez egyértelműen látszik, hogy ugye nagyon megemelkedtek az ingatlan árak az elmúlt pár évben. Itt már mérlegelnek a családok, hogy lehet, hogy egy szerényebb, kisebb települést választanak, de inkább egy jobb minőségű ingatlant, és megpróbálják az életkörülményeiket javítani. A falusi csok egyébként pont erre teljesen jó, mert 10 millió forint, amiből 5 millió forintot a vásárlásra, 5 millió forintot pedig a korszerűsítésre, felújításra lehet felhasználni. Erika említette azt a szót, hogy ott volt a kivárás, és valóban ott volt a kivárás, mert mindenki nézte, hogy egészen pontosan milyen a jogszabályi háttér, és hogy mi jár ezzel. Ugyanakkor most például az 5% és 27%, megvolt-e már az építetési engedély, vagy még nem, mikorra fejeződik be, mennyivel csökkennek most az épített lakásoknak a darabszáma, mennyirevel csökken, mindenki azt nézi, hogy mi várható. Mi várható további lakás ár emelkedésre, négyzetméter ár emelkedésre, albérlet ár emelkedésre számítunk, vagy pedig ez nagyjából kifújni látszik? Némi emelkedésre még lehet számítani, itt már az emelkedésnek a mértéke az csökkenni fog, de azért még mindig van a piacban némi áremelkedés, igen, erre lehet azért számítani. Hogyha százalékot kérdeznék öntől, akkor tudna nekem erre bármit mondani? 3-5% körül lehet, hogy az elmúlt években évről évre 10-20% körül ingatlan áremelkedések voltak, tehát ahhoz képest csökken a mérték, de még mindig lehet erre. Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy nagyon azért kiszámíthatatlan bizonyára, vagy sok esetben a piac, mert hogy mindig újabb és újabb jogszabályok érkeznek be a rendszerbe, máshol azért kevesebb jogszabályváltozás van. Várható még nagy kardinális jogszabályváltozás az idén? Most ez a július 1-e, ez gyakorlatilag a teljes támogatási rendszer változását jelenti. Új támogatási forma jelenik meg, illetve a meglévő támogatások is változtak. Ugye a jogalkotói szándékot azt nem igazán ismerem, ez már kellő mértékben úgy gondolom, hogy ez a júliusi változás az fel fogja pörgetni a piacot, és ez ki fog tartani ennek az eredménye és a hatása egész évben. És akkor azt jelenti, hogy akkor ez is indokolja nagyjából azt a minimális további emelkedést még, hiszen... Igen, egyértelmű. Na hát nem véletlenül mondtam azt, hogy az egyik legprofibb szakértő. Köszönöm szépen, megtisztelt minket. Köszönöm én is. Köszönöm.